A tavaszi lemosó permetezéshez, a gyümölcsfák metszéséhez és ültetéshez is hasznos tanácsokat kaptunk Hajdú Csilla növényvédő szakmérnöktől. A fák meccés a legfontosabb munka. El kell távolítani az összes betegágat, a gyümölcs a fák törzsén a sérüléseket ki kell kaparni és leápolni valamilyen sebkezelővel. Ugye a mecés során eltávolítsuk az összes beteg ágakat, a gyümölcsmúmiákat, és a fának a törzsét is nézzük meg, hogyha vannak rajta ilyen fagysebek, tehát sérülések, azokat mindenféleképpen ki kell kaparni, úgy, mint a fogorvos, amikor a lyukas fogat kikaparja, egy kicsit még az egészséges részből is bele kell kaparni, és utána ezt mindenféleképpen le kell ápolni valamit, Valamilyen sebkezelővel. Hát egy nagyon egyszerű sebkezelőt tudok mondani, hogy rézport tehát vagy rézoxikloridot, vagy valamilyen. Tehát részport étolajjal úgy összekeverünk, hogy az festhető legyen, és akkor esettel ez a töményrezet rá lehet festeni ezekre a sebekre. Na, amikor, tehát a gyümölcsmumiákat eltávolítani. Nagyon fontos a, a, a csonthéjasoknál, főleg az őszi baracknál figyelni a. a ágvégeket. Hogyha az ágvégek ilyen bunkós, fekete végződése van az ágvégeken, az mindenféleképpen a gyümölcsmolyoknak a telelési helye, és azokat mindenféleképpen le kell vágni, és megsemmisíteni. Hát én azt szoktam javasolni, hogy cserépkájban, vagy valami égessék el, mert az a legbiztosabb. És így majdnem, hogy két-három permetezést is meg tudunk spórolni. A lemosó permetezés azért is fontos, mert nagyon meleg volt a tél, a monília a csonthéjasoknál most is támad. Résztartalmú szerekkel kell permetezni, hogy a takács adka tojások szépen elpusztuljanak. A permetezés során a fáról csurogjon a vegyszeres lé. ezzel nem szabad spórolni, tanácsolta a szakember, aki szólt még a mostani éjszakai fagyokról is. Most a másik legfontosabb, fontos munka a lemosó permetezés. Ez azért is fontos, mert nagyon meleg volt a tél, a monilia a csonthéjasokban még most is támad, ilyen melegben biztos, hogy támad. Ha rajta ha maradtak a gyümölcsmómiák, onnan beindul az elsődleges fertőzés, tehát mindenféleképpen résztartalmú szerrel kell. Én javaslom, hogy, hogy kombináltan rész plusz kéntartalmú szerekkel végezzék ezt a permetezést, mert hiába volt a, a tél most egy kicsit csapadékosabb, nagyon enyhe volt, a takácsatka tojások azok szépen át tudtak telelni, és a kénnel nagyon jól el lehet ezeket a takácsatka tojásokat pusztítani. És hogyha száraz lesz a nyár, már pedig ugye azt jelzi, hogy most az elkövetkeződő két hétben nem lesz csapadék, tehát hiába volt csapadékos a tél, még nem jelenti azt, hogy nem lesz a száj, meg nem lesz szárosság, és ez az atkáknak nagyon kedvez. Tehát, na most a lemosó permetezésnél azt a szokták elkövetni, hogy nem nagy víz mennyiséggel csinálják. Tehát itt töményen kell a szert használni, tehát sokkal töményebben, mint a nyári hígítású évszerek, és úgy, hogy a fá csorogjon. Tehát ez a lényeg, hogy csorogjon a fa a vegyszertől. Most még, még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt az elkövetkezendő időben ugye azt jelzi, hogy éjszaka fagyok lesznek, napközben pedig fel fog melegedni. Most, hogyha megnézzünk egy fát, akkor a kérkét látjuk, hogy ez a barna kéreg a nap sugárzás hatására szépen fölmelegszik, és tulajdonképpen becsapódik a fa. Megindul benne a netkeringés, most az éjszakai fagyokat, ugye, hogy mínusz 4-5 fokot jeleznek előre, szerencsére nem túl hosszú ideig, tehát egy-két óra hosszás lesz ez a mínusz 4-5 fok, de akkor is ugye ez a megfagyott víz a fák szétnyomja, és ott keretkeznek ilyen mikrorepedések vagy esetleg nem is mikro, hanem nagy repedések, és innen fog például a kajszinak a gutaütést okozó különböző kórokozói támadni. Tehát a gutaütést azt nem tudjuk permetezéssel, vagy bármilyen kezeléssel megelőzni, csak ezzel, hogy megakadályozunk, hogy a fákon ilyen fagysebet keletkezzenek. Az őszi barac kivételével már lehet metszeni a fákat, a megyet, a cseresznyét, az almát, de a szőlőt és a rózsákat is. A gyümölcsfákat is lehet már ültetni. Itt azonban a talajlakókra is figyeljünk oda, morzsolják át a földet, vagy tegyünk bele talajfertőtlenítőt. A faültetést azt, azt el lehet kezdeni, tehát a gyümölcs. Na most itt a facsemetéknek az ültetésén is. Ott is nagyon lényeges az, hogy megnézzük, hogy van-e benne talajlakó. Mert most sajnos, hogy nem tudom itt önöknek megmutatni, az én kertemben is van, és. és az egyik gyümölcsfánkot, ami itt volt, az ki is pusztult emiatt. Olyan nagy kárt nem veszik észre, csak azt veszik észre, hogy a fa nem fakad meg. És hogyha kiásnak, akkor ott van alatta a talajlakon. Most ezek a talajlakok ilyenkor nem nagyon láthatók, mert ugye a hideg hatására lehúzódnak a mélybe, és majd ha fölmelegszik az idő, akkor fognak följönni. És egyes fajtái bizony a, a kis fagyokereket simán el tudják rágni. Tehát én azt javaslom, hogy a, nagyon megnézni, ugye még gödröt megnézni, hogy van-e benne, benne tajlak, ezt úgy tudják, hogy a, a földet átmorzsolják, és akkor meglátszik benne vagy pedig, hogyha nagyon biztosra akarnak menni, akkor egy kis talajfertőtlenítő szert, amit szabad forgalmú lehet kapni, bele lehet keverni, és akkor majdnem biztosak lehetnek benne, hogy ez, ez nem fog bekövetkezni ez a kár. A tavaszi kertészkedéshez illeszer kellenek. Egy jó metszőolló, ágvágó és a permetező is épp legyen. Ne csurogjon belőle a gazda hátára mert az veszélyes, tanácsolja a szakember.